Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a YouTube csatornámon. Köszönöm, hogy velem tartottok ma este is. 7 óra elmúlott, és belekezdenénk a legújabb témába. Most egy picit a függőségekről szeretnék beszélni, miért alakul ki, és mi okozza, meddig tart függőségnek, és hogyan lehet leküzdeni. Tehát ezt szeretném egy kicsit körüljárni. Tehát miből alakul ki a függőség? Tehát ez nem is olyan bonyolult, mint ahogy sokan gondolnák, tehát a szeretet hiánya. Tehát nem kap megfelelő figyelmet az ember, nem szeretik eléggé, és úgy gondolja, hogy egyszerűen fölösleges, és úgymond fölösleges számára, mások számára is, ezért hol alkoholba, hol drogba, hol szerencsejátékba, hol szexfüggősége, bármi lehet, tehát túlmutat egy mértéken. Tehát mikor iszik, akkor addig iszik, míg az asztal alá iszza magát, mikor drogozik, akkor tehát hogy veszítse, tehát egyszerűen ne a valóságba éljen. Ezt hogyan lehet kezelni? Tehát meg kell értse az ember, el kell fogadja, hol tart jelenlegi életében, mik a fontos célokat kell kitűzön magának, és apró lépésekbe lehet haladni. Tehát az is függőség, hogyha valaki például most az alkoholról beszél, megiszik egy sört egy nap. Tehát ameddig az a sör a mindennapjainak a részévé válik, hogy minden nap szükségét érzi, hogy megkegyen egy sört, az is függőség. Nem beszélj arról, hogyha esetleg egy ládá, vagy annál többet iszik meg. Tehát erről szeretnék egy picit beszélni, és persze, mint mindenről. Én azt gondoltam régebb, hogy a heroinról nem lehet leszokni, dehogy nem. Én nem próbáltam. A heroin mondjuk nem próbáltam, de arról is lehet szokni. Persze, az ember élete végéig tehát tünetmentessé válhat, de bármikor lehet egy olyan pont az életében megbillenhet, hogy visszaszokik. Hát a nagyon kemény dolgok ezek, és mindenki a környezetében biztos látott már olyant, hogy rabja valaminek a vagy a szomszédja, vagy a barátja, vagy a munkatársa, és mondom, ezért alakul ki, mert egyszerűen nem kapja meg azt a figyelmet, azt a szeretetet, azt a gondoskodást, és muszáj, hogy kilépjen a, úgymond egy olyan álomvilágba ringassa magát, és a bódító szerek hatásával érje el azokat a dolgokat, az örömforrásokat, amik amúgy is megadódnának a szeretet által. Hát szerintem nagyon fontos dolgok ezek, és szerettem volna ezekről beszélgetni egy picit, szerettem volna picit beszélni erről is nektek. Hát én köszönöm, hogy nézitek a csatornát, és örülök, hogyha tudok újat mondani nektek, úgyhogy ezen túl ígérem, hogy egy picit picit érdekesebben mutatom be ezeket a sztorikat, mert az a gond, hogy most itt ezekben az időszakokban ünnepek is voltak, most a koronavírus miatt is, a személyes találkozások és a beszélgetések elmaradtak, és a barátaimnak sokkal érdekesebben adtam el ezeket a történeteket, mint ahogy ezeket nektek elmeséltem. Tehát itt nagyon sok csavar és érdekes dolog is megtörtént, csak egyszerűen kimaradnak, mert én nem készültem fel, úgyhogy egy picit én is beszélgetésekbe kezdjek azokkal a barátaimmal, ismerőseimmel, akiknek én régen bemondtam ezeket a történeteket, mert mindig tudnak új dolgokkal szolgálni. Úgyhogy azt ígérhetem, hogy a történetmesélésben érdekesebb történetek várhatóak. És mindenképpen figyelmesen kövessétek a Cápák Naplója YouTube csatornát. Akik feliratkoztak, én meg szeretném köszönni nekik. Nyugodtan hozzá lehet szólni. Kommentelni lehet, lehetek aktívak. Nyugodalmas éjszakát kívánok mindenkinek, és sziasztok! Jó éjszakát!